Edzőmérkőzésen aratott sikert a Bicske labdarúgó csapata. A koronavírus járvány miatt közel egy hónapja nem játszott mérkőzést az MTK, egyébként igen jó erőkből álló U19-es csapata, ezért kerestek a hétvégére szabad ellenfelet. Kapóra jött, hogy a Bicske Nagyotád elleni előre feladott bajnokia miatt a Fejér megyei csapat rendelkezésre állt, így a bicskei műfüves játéktéren egy hajtós kis edzőmeccset játszott a két gárda péntek este. A Bicske kihasználva az alkalmat, már próbajátékost is szerepeltetett, gondolva a téli átigazolási időszakra. Már az első percben vezetést szereztek a fővárosiak, egy jól sikerült vendéglövést Kertész csak kiütni tudott, a berobbanó Kovács 12 méterrel a kapu közelébe lőtt. A 14. percben baloldali sarokrúgás után vékony, zavartalanul fejelt a kapu mellé. A 20. percben ismét a baloldalról szállt a kapu elé a játékszer, némi kavarodás után Marga keresztbe emelt, és vékony ezúttal eltalálta az ötös sarkáról a kapu baloldalát. Két perc elteltével Lencsés baloldali beadását Farkas kínálkozó helyzetben 6 méterről a léc fölé fejelte. A 34. percben Farkas emelt Peinlich elé, a kissé magas labdát még megszelidítette játékosunk, de lövése a lécet súrolva hagyta el a játékteret. A második félidőre szinte teljesen kicserélődött a hazai csapat. Kiegyenlített küzdelem után a 76. percben a vendégek ismét megszerezték a vezetést. Egy jobboldali beadást Doncsesz mintegy 10 méterről a kapu bal oldalába továbbított. Két perccel később nagy védelmi hiba után Bakos került nagy helyzetbe, de védőink az utolsó pillanatban szögletre mentettek. A 85. percben jobboldali szöglet után Kürti és Vékony egymást zavarták, végül Vékony lövéshez jutott. De így a kísérlet gyengére sikerült, és a kapus megfogta a labdát. A 87. percben Bajor kapott remek indítást a jobb oldalon Pekovszkitól, kilépett a védők közül, és 12 méterről a kapu jobb oldalába zúdított. És még nem volt vége, az utolsó előtti percben jött a slusszpoén, török szerzett labdát az ellenfél térfelén, néhány métert vezette, majd 22 méterről a kapua bombázott, a labda a lécről pattant a golvonal mögé, szépségdíjas találat volt. Az utolsó 20 percre próbajátékosként pályára lépett Singh Arman, aki félig szikh nemzetiségű, indiai származású, de magyar állampolgárságú, jelenleg a fővárosi vízművek játékosa.